Honvéd Ezüstnyíl Sportegyesület idénis megrendezte rendvédelmi szervek részére a Military Survivor Run sporteseményt a Pápa bázis repülőtéren. A versenyzőknek 210 perc alatt 12 kilométeren 33 akadályt kellett leküzdeniük. Pályánk 12,4 km hosszú, ezen a terep elég változatos, hiszen vannak klasszikus erdei futópályák, van vízi akadály, van mocsaras akadály, és van növényzettel sűrűn benőtt rész, illetve az a 12,4 km az nehezíti, hogy 33 akadályt is elhelyeztünk. Vannak kisebb, könnyebb akadályok, de vannak olyan akadályok is, amit csak a legjobbak fognak teljesíteni. Cél az volt, hogy összehozzuk a Magyar Honvédség fegyveres erőit, valamint Magyarország rendvédelmi szerveit, illetve katasztrófa védelmi szerveit. Egy olyan rendezvénynek adjunk otthont, ne csak feladatainkból adódóan találkozzunk a rendőrökkel, illetve a tűzoltókkal, hanem érezzük is jól magunkat egy sportrendezvényen. És egy olyan kihívást támasztunk eléjük, ami reméljük, hogy elérjük tetszésüket. Paksi Sándor hibapont nélkül 2 óra 4 perc alatt teljesítette a távot. Mint mondta, sok akadálynál az erőn kívül fejben is ott kellett lennie. Szerintem 40%-ban ész, 60%-ban erő. Mert nagyon sok mindent úgy meg lehet próbálni, nagyon sok olyan akadály van, amivel az ember oda megy, odafut, azt hiszi, hogy könnyen le lehet küzdeni, és utána csalódik. Tehát egy picit át kell gondolni, hogy hogyan lehet a lehető legkisebb energiabedobással leküzdeni. Tehát talán ez a kulcsa, és akkor bírja ki a végéig. A megmérettetésen román, belga és osztrák versenyzők is indultak.